Fárasztó volt az utazás Svédországba és vissza, mindegyik egy hajnali indulás volt, és kedden meccset játszottunk, és szerdától meg már muszáj volt készülnünk erre a mérkőzésre, úgyhogy nem sok időnk volt regenerálódni, sem meg erőse gyűjteni. Próbáltuk egy kicsikét jobban forgatni a csapatot, a játékosokat. Kettőt cseréltünk az elején, ami nem általános ránk, nem jellemző a csapatra. És sajnos nem is tudtuk úgy megoldani, mivel kaptunk egy pár lerohanás gólt, és a védekezésben meg bebepörögtek azok a labdák, amiket nem szabadott volna. A második fél idő viszont ez teljesen megfordult, és a védelemből tudtunk rohanni, tudtunk gyors gólokat szerezni, és ki tudtuk alakítani ezt a 10 gólt. Erre készültünk, hogy nehezebb mérkőzés lesz, mint kint Svédországban. Picit bele is, nem azt mondom, hogy aludtunk, de nehezebben indult ez a mérkőzés. Ugye mindenki azt várta tőlünk, hogy ezt magabiztosan behúzzuk. Szerencsére végére így is lett, de mutatta a svéd csapat, hogy azért sokkal jobban nál, mint hogy leírjuk őket. Úgyhogy azt mondom, hogy a szünetben sikerült rendezni a sorainkat. Elkezdtük élvezni a játékot, a közönség belehajszott minket a jó játékba, úgyhogy onnantól kezdve már könnyebb dolgunk volt nekünk is. A Carlos figyelmeztetett minket már a hét elején, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Tudtuk, hogy ezek a svédek nagyon szívós, elég kellemetlen játékot játszanak, és az első fél időben kicsit talán a fáradtságnak tudható be az, hogy dekoncentráltan játszottunk, sok labdát adtunk el, ennek köszönhetően a svédek könnyű és gyors gólokat lőttek, de úgy gondolom, hogy a második fél időben ezt nagyon szépen helyre tudtuk hozni. Ez is bizonyította, hogy ha jól tudom, akkor 8-9 gólt kaptunk talán a második fél időben, és így 10 gól lett a különbség. Yo son un gran equipo, al principio han jugado muy bien y bueno, nosotros hemos intentado imponer un ritmo alto de juego y en la segunda parte yo creo que el físico ha hecho que nosotros ganáramos bien el partido. A svéd csapat arról volt eddig híres, ugye 30 gól környékén lőtt mindig. Ezt próbált az edzés mondani, hogy erre kell figyelnünk, hogy ne engedjük őket 30 közelében, akkor ugye elég szoros mérkőzés alakulhat ki belőle. És tényleg ez volt a kulcs, hogy ugye kinyitottuk a védelmet a második fél időben, nagyon jól működött a kapus és a sánc viszonya, gyors indítású gólokat lőttünk, úgyhogy ez volt a kulcs az egésznek. Claro, no? Yo creo que Mirko, cuando ha salido Mirko Lidovic, ha parado mucho, se ha defendido muy bien, en la segunda parte nos han metido pocos goles, nosotros hemos podido correr, que es lo que nos gusta, y bueno, ahí yo creo que hemos hecho la diferencia. Az látszott, hogy nagyon szépen és tudatosan felkészültek ellenünk. Mi szerencsére 6-os falra átváltottunk 5-1-es védekezésre. Igazából a célunk az volt, hogy gyors indításokat ne kapjunk tőlük, inkább a felállt fal ellen kényszerítsük őket a támadásba. Amikor ezt mondom a másik fél időben meg tudtuk valósítani, akkor így lett ez a nagy különbség. Bueno, de momento estamos muy contentos, no? Pero un poco lo que va a marcar este grupo para nosotros en la Champions es el partido de Celje, ¿no? Si somos capaces de ganar allí, bueno, vamos a poder tener la oportunidad de quedar primeros de grupo y yo creo que este último partido del Celje va a marcar un poco lo bien que lo hemos hecho o no, ¿no?